Szolváros polgárai nevében szeretném megköszönni ezt a különös megtiszteltetést. Mort polgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy a város a vármegyei önkormányzattal együttműködésben nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban. Így vált méltóvá arra, hogy ez a település legyen idén a vármegye nap helyszíne. A vármegyei közgyűlés elnöke kiemelte, Morra érkezett a legtöbb uniós fejlesztési forrás, több mint 7 milliárd forintot költöttek el különböző beruházásokra. Moller Krisztián azt is elmondta, a vármegye nap az önkormányzat legnagyobb ünnepe. Ez a legnagyobb úgymond saját közjogi eseményünk minden évben. Ez egy nap, ami a vármegyei emberekről szól és nekik szól. Szerintem egy kiváló lehetőség és alkalom arra, hogy megköszönjük a dolgos fehér vármegyei embereknek a hétköznapi munkáját, azt a teljesítményt, amire közösen büszkék lehetünk, és arra is lehetőséget biztosít a vármegye nap, hogy olyan hétköznapi embereket elismerjünk, akik nem hétköznapi cselekedetet hajtottak végre. Az ünnepi közgyűlésen adták át az önkormányzat elismeréseit. A Fejér vármegye díszpolgára címet Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus kapta, aki később veszi át a kitüntetést. Díjaztak orvosokat, egészségügyben, közigazgatásban, szociális területen dolgozókat, kulturális szakembereket és csoportokat, pedagógusokat, mentőket, rendőröket, tűzoltókat, valamint sportolókat.